December 14-én kedden érkezett meg hazánkba az első gyermekeknek szánt vakcina szállítmány, mely 138 ezer adag oltóanyagot tartalmazott. Ebből első körben 69 ezer adagot fognak beadni az ország 77 kórházában kialakított oltópontokon, illetve a gyermekházi orvosi és a vegyes praxisú rendelőkben. A Tolna megyei házi orvosok december 17-én pénteken kezdhetik meg a vakcinálást a saját körzetükben. Győri Gábor szexárdi gyermekorvos úgy nyilatkozott, nagyon várták már, hogy a gyermekek védelmére szolgáló oltóanyag is megérkezzen. Napi három, Időnként öt gyermekről is kiderül, hogy a COVID-tesztje pozitív. Tehát, ha ez rengetegnek mondható, akkor igen, akkor ez rendszeresen jelentkezik. A mai napon is három gyerekről már ez kiderült. Az esetek döntő többségében ők hál' Istennek viszonylag könnyen és gyorsan meggyógyulnak. Azért későbbiekben szűvődmények jelentkeznek, amiket a COVID-vírus számlájára írunk illetve hát nagyon ritkán a mindenki által ismert ilyen sokszerves gyulladásos betegség is előfordulhat, hál' Istennek nagyon ritka. A doktor kiemelte, nagyon fontos lenne, hogy a gyerekek is megkapják a védőoltást, hiszen jobb megelőzni egy betegséget, mint átesni rajta, és abban reménykedni, hogy enyhe és szövődmények nélkül megúszszák azt. Győri Gábor elmondta, nagyon sokan érdeklődnek, de az idő szűkössége miatt egyelőre csak 20 jelentkeztek nála. Bogyiszlón, ahol a lakosság közel 70%-a bevonultva, még csak öt gyermeknek kérték a vakcinálását, így Szabó Gábor házi orvos még nem tudja megkezdeni az 5 és 11 év közötti oltását, hiszen egy ampulla 10 gyermek vakcinálásához szükséges adagot tartalmaz. Mindig nézzük a kockázat haszon arányt. Tehát igen, lesznek feltetek előfordulhatnak mellékhatások, kis hőemelkedés, bőrbír, a fájdalom a beadás helyén. De ezek messze-messze eltörpülnek attól a haszon mellett, amit okoz, hogy a koronavírus nem betegíti meg őket, vagy legalábbis hosszú távú szövődményeket nem okoz. A megkérdezett szakemberek elmondták, az oltás az egyetlen megoldás, mert úgy néz ki, hogy a koronavírus még évekig jelen lesz az életünkben. Országosan eddig már több mint 38 ezeren regisztráltak a gyermekek oltására.